Itt a Hajdúhatházi Vai Ádám kiképző bázis kiállító termében kapott helyet a Nyíregyházi Huszárok az első világháborúban című kiállítás. A tárlat többek között rollapokon mutatja be a huszárságot. Már lassan több mint 500 éves hagyományról van szó, hiszen a magyar huszár története valahol az 1400-as években kezdődött, és azt szeretnénk elérni, hogy a magyar huszár, mint olyan, hungarikummá váljon. A kiállítás megnyitóján a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár parancsnoka azt mondta, a magyar huszár nem véletlenül szerzett nevet a magyar és a világ történelemben, az utódok pedig követik a példát. A huszárság, mint eszmélyiségre én azt gondolom, mindenképpen szükség van. Nem így hívják a mai magyar katonát, a mai magyar honvédet. Külcsínyben nincsenek meg azok a jellegzetességek, ami a huszárt jellemezte, de én azt gondolom, hogy viselkedésben, szakmai tudásban, mentalitásban a mai magyar katona folyamatosan követi a huszár hagyományokat. A Hajdúhatházra érkezett tárlat a 14. huszárezred viseletét is bemutatja. Világos kék Attilája van, világos kék ment, amit most nem hoztunk el, buzérvörös csákó és buzérvörös nadrágja. És amit mondtam, hogy a legfontosabb fegyver a huszárnak akkor még az első világháború elején a huszár szabja, vagy huszár kard volt, 904-ben hozták ezt a típust, amit látható. Ez egy másfél kilós fegyver. Ez azért lesújtottak az ellenségre, ennek volt ereje, ugye, meg van szépen gerincelve, hogy ne törjön olyan könnyen. Van egy úgynevezett fokéle, ami azt jelenti, hogy lefelé sújt vele a huszár, de hogyha szorul a kapcsol, akkor visszafelé viszont megsért a lovat is. A múzeum igazgató hozzátette, szinte nem volt olyan hadszíntér, ahol a magyar huszárok ne harcoltak volna. A nyíregyháziak az első világháborút Galíciában, a mai Lengyelország területén kezdték, majd többek között Erdélyben és Olaszországban is harcoltak.